Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket, ismét találkozunk, együtt keressük az Urat, és a Bibliát szoktuk ugye olvasni, abból egy-egy történetet veszünk elő. Már előzőleg is kezdtem veletek beszélni Noé bácsiról, tudjátok, ő egy nagyon nehéz időben élt, de olyan valaki volt, aki szerette Istent, aki szerette az embereket, és szerette az állatokat is. Az állatoknak is nagy barátja volt. Őről fogunk ma beszélgetni. Szeretném, hogyha ide figyelnétek, és lélekben készülnétek. Most pedig rátérek mindjárt a történetre. Noé bácsi egyszerű ember volt, de Istennek egy kedves embere volt, és szeretett Istenről beszélni. Noé bácsi ismerte azt, hogy milyen az Isten szeretete. Hát egy alkalommal, aztán előállt, ott sok ember volt körülötte, és elkezdett nekik Istenről beszélni, meg sok mindenről. Az emberek közbeszóltak. Noé, utazol valahova? Hová utazol? Mesélj csak nekünk erről, mire készülsz te? Noé nyugodtan rájuk nézett, és azt mondta, nem utazom én sehová, hanem az fog történni, tudjátok, hogy az özönvíz ide fog ömleni, erre a földre, a fák is benne lesznek a vízbe, mindenütt víz lesz. Ha jobbra nézel, ott is nagy-nagy víz, ha balra nézel, ott is nagy-nagy víz. Ha fölfelé nézel, zuhog az eső, hú, nagy cseppekbe, hull az eső. Azt mondta Noé, hogy ez lesz hamarosan. Hát az emberek, amikor erről beszélt, hogy özönvíz lesz, hogy valami nagy baj lesz, az emberek nem hitték, amit Noé mondott. És ezek az emberek nagyon, nagyon gonoszak voltak. Miért? Azért, mert gyűlölték egymást, de különösen azért, mert Isten nem szerették, Istenben nem hittek. Azt mondták, hallani sem akarunk Istenről. Hagyd abba, Noé, hagyd abba, ne beszélj nekünk Istenről. Nagyon gonoszok voltak, ütötték, verték egymást, csúnyán beszéltek, hazudtak, káromkodtak. Nagyon csúfosan berúgtak, verték a családjukat, a gyerekeket, a feleségüket. Hát nagyon rosszak voltak. Noé figyelmeztette őket, ide figyeljetek. Nagyon, nagyon nehéz idők jönnek, és olyan nagy víz fogja elönteni ezt a világot, hogy belefullad a vízbe az, aki nem jön be a bárkába, amit készítek a fiammal együtt. Úgy, ahogy Isten mondja, olyanra fogom formálni. Hát, amikor Noé erről beszélt, hogy belefulladtok a vízbe,
meg milyen nagy víz lesz, meg bárka, meg minden, hát elkezdtek röhögni. Így röhögtek az emberek. És volt, akinek a kötélnye rászkódott a hasán, ami közben röhögött. Röhögtek az emberek. Noé ezt mondta nekik. Hát, furcsák vagytok, hogy kinevetitek Isten üzenetét. Tehát van nektek szívetek? Van nektek fületek? Hogy kiröhögitek, amit Isten üzen nektek? Pedig nektek imádkoznatok kellene, és megbánni a bűneiteket, azt a sok iszonyatos bűnt, amit elkövettetek, meg kell térnetek, ott kell hagyni, ahogy éltetek a rosszat, és oda kell fordulni Istenhez, az Úrhoz. Há, mi nem akarunk, nem akarunk mi imádkozni, de a gyávák szoktak, a buták szoktak imádkozni. Mi nem félünk. Noé, beszélhetsz itt nekünk akármit, mi nem félünk. Tudd meg, nem félünk. Hát az az Isten is, ez kitalálták az emberek, hogy van Isten. Az emberek nagyon rosszak voltak. Rosszabbak lettek, mint Kain. Kain pedig nagyon rossz volt. Kicsalta a testvérét Ábelt a mezőre, és egy nagy furkós bottal fejbe vágta, agyonütötte. És aztán Kain magát sajnálta. Mintha nem lenne Isten, úgy viselkedtek a Noé emberei, a Noé kortársai. Isten figyelmeztette őket, hogy most még van időtök arra, hogy megtérjetek, elhagyjátok a bűneiteket, és hogy akkor boldogok lesztek. Isten azonban megbünteti azokat, akik rosszak akarnak maradni, akik úgy akarnak élni, ilyen csúnya, ronda beszéddel káromkodva, gyűlölködve, hogy Isten megelégeli ezt a ronda viselkedést. Noé azonban más ember volt, ő nem így beszélt, ő nem csúfolódott, ő nem gúnyolódott, ő nem nevette ki Istent, hanem a szíve mélyén hitt. És ő más ember volt. Nem tudom, hogy te milyen fiú vagy, milyen kislány vagy, hogy te is úgy gondolkozol, mint Noé, olyan mély szívű vagy, vagy úgy gondolkozol, mint a csúfolódók. Te is szoktál csúfolódni? Nem hiszem el. Én azt hiszem, hogy te nem ilyen vagy. Tehát ott jártak, keltek az emberek, röhögtek, beszéltek, Noé pedig a szívében imádkozott, és imádság közben Isten beszélt Noéhoz, és elmondta neki, hogy milyen bárkát csináljon. Elmondta azt, hogy milyen hosszú legyen, hogy milyen magas legyen, milyen széles legyen, hogy legyen rajta ajtó, és a tetején legyen egy kinyitható ablak, amit majd ki lehet nyitni. És hát nagyon gondolkodott Noé, hát igen, ez egy különös dolog, egy ilyen bárkát építeni, és akkor legyenek benne szobák, sok-sok szobát, hogy legyen szobája az elefántnak, legyen szobája a morcos kutyának, legyen szobája a zsiráfnak, akinek a feje majdnem, a füle,
a füle majdnem a plafonig ért. És azt mondta Isten neki, hogy legyen teteje is ennek a bárkának. De hát aztán Noé gondolkodott, de hát ugye, ha az ember meggyalulja is, megformálja is a deszkákat, hát ott a rések közt befolyhat a víz, mi lesz akkor? Isten azt tanácsot adta neki, hogy szurkot használjon a munkában, és a réseket szurokkal javítsa be is, hogyha a fákon van valami nyílás, akkor egy dugót tegyen oda, kalapáccsal üssön a dugó fejére, és akkor minden biztonságos lesz. Hát, vágták a fát, készítették a bárkát, az egyik ide koppantott, a másik oda koppantott. Kip, kop, nagyot koppantott, kicsit koppantott. Aztán egy nagy fa kidőlt, azt is lehetett hallani. Naponta kip-kop kopogás, kip-kop kopogás. Erre reggelente felébredtek az emberek, mert Noé szorgalmas volt, és korán nekifogott a bárka építéséhez. Felébredtek az emberek, bosszankodtak, dörzsölték a szemüket. Hát ez a Noé nem bír magával, itt zavar minket, kopog, kopog állandóan. Erre ébredünk. És aztán addig kop, addig kip, addig kop, amíg elkészült a nagy bárka. Elkészült. Képzeljétek el ezt a bárkát. Milyen szép volt, milyen nagy volt. Hát aztán, amikor elkészült, sokan bámulták a bárkát. Nem tudtak vele mit kezdeni. Hát ez a Noé. Hát ennek elment az esze. Bárkát csinálni. Minek? Minek a bárka? Csodálták azért az emberek, hogy ilyen ügyes ez a Noé. Noé azt mondta, hogy én nem vagyok ügyes, mindent Isten mondott meg nekem. Így van ez ma is, hogy sokan csodálják kívülről a szép templomokat, a tornyokat, csodálják a harangszót, de nem akarnak bemenni a templomba, nem akarják Istent keresni. Hát igen, nem csak Noé idejébe csúfolódtak, hanem most is. És azt szeretném kérdezni tőled, kisbarátom, kisbarátnőm, hogy te kihez tartozol? A csúfolódókhoz? Vagy Noéhoz és a fiaihoz, akik szorgalmasak voltak, akik rendesen beszéltek egymással? Hát aztán elkészült a bárka, Noé kinyitotta a bárka ajtaját. És hát akkor abban az időben, amikor a bárka elkészült, Noé észrevette, hogy közelednek az állatok. Talán ezek az állatok megérezték a veszélyt, hogy valami nagy veszély következik. És röfögve oda ment Noéhoz egy malac. Ő szeretett volna bemenni a bárkába. Ugrabugrálva megérkezett a bakkecske, hogy bejusson a bárkába. Én nem is tudom, gyerekek, valami vonzotta az állatokat, akik nem olyan értelmesek voltak, mint az emberek. Isten vitte őket oda. Isten szeretete vonzotta őket oda a bárkához. Ők nem olyan engedetlenek voltak, mint az emberek. Aztán megérkezett
kissé, büszkén az oroszlán vőlegény is. A mennyasszonyával, az oroszlán Bözsikével megérkezett. Bözsikének nagy volt a foga meg a szája. Hát aztán ők is ott nézelődtek, bemenjünk a bárkába, vagy ne menjünk, de Bözsike némi lögdöste az oroszlán fiút, hogy menjél már, menjél befelé, majd én is megyek utánad. Hát ekközben egy kecskebéka is odaugrált, hogy hát ő is beszállna ebbe a bárkába, de Noé ránézett és az ujjával mutatott, ó, te béka, te a vízben is megtalálod a helyedet, menj vissza oda az erdő melletti tóhoz, ahonnan jöttél, ide kíváncsiskodni, neked nem kell a bárkába jönnöd. Hát aztán végül megérkezett a zsiráf is. Így alakultak a Noé dolgai. Noé parancsolt az állatoknak, hogy kettessével álljanak sorba. A sor elején állt a birka fiú, és oda tolakodott mellé a farkas tini lány. De Noé rászólt, hogy menjen hátrább, mert a birka fiú párja a birka tini lány. Hát aztán így kezdtek az állatok sorbálni, kettes sorbálni, nagyon, nagyon hosszú sor lett, és így kezdtek bemenni. Először a fiúk, aztán a lányok, a vőlegények és a mennyasszonyok. Itt aztán megállok. Nem tudom, hogy aztán hogy is folytatódik a dolog. Majd a jövő alkalommal beszélünk erről.